édes lélek. Bacsi! Bacsi! Ne menj ki, bacsi! Halló! Gyerekek! Bea! Itt vagyok, Bea! Mi van, ma? Szia! Mi van? Hogy mi van? Semmi baj, Bea? Mi baj, Linda? Szia! Hova? Többiek megérkeztek ma? Milyen többiek? Hát nagyon messzire megyünk, Bea. Ha hova? Ha Győző nem mondott semmit, mit hova? Hát Győző nincs itthon. Hát tudom, Győzőt elküldtem még utolsó simgőddel. Mi? Hova? Még elment venni alsónadrágot. Milyen alsónadrágot? Hát Emi, hova viszont a matracot? Hát nagyon sokan megyünk, csapatépítő tréningünk lesz, Bea. Ilyen csapatépítő tréningünk lesz, és akkor ezért fogunk aludni, hogyha ott bármi probléma van. Ide, hát én már megmondom őszintén, nagyon izgalomba vagyok, hogy elhagyom az országot és külföldön leszek. Hát én azt, erre ma nagyon vágyok. És akkor mivel mentek? Mivel mentek? Hát biztos nem gyalog megyünk. Hát de ha azzal a kocsival mentek, amivel én közlekedek, aztán biztos, hogy nem mentek, mert akkor hogy gyalkolok a gyerekek ide oda? Hát te nem mentek, buszra nem esik a fülbe való, minden nap vannak olyanok, hogy elég lenne három asszorra. Az enyémnek egy kicsikék van neki. Egy jól buszra, virág is felülhet a sarka buszra. Rá van én vagy busz. Meg akkor én jól a buszra, ti mert mentek külföldre, mert nektek olyanok. Igen, ez le van szervezve. Le van szervezve, majd én arra majd teszek egy pontot arra az irány, hogy mi van leszervezve, meg mi nincs leszervezve. Mert ami velem nincs leegyeztetve, az nincs leszervezve. Befinanszíroz ilyen haveri körre, ami lehet, hogy nem 2 forintos történet, mint hogy elvinni a kis családját egy ilyen városnéző programra, hogy hagy kulturálódjon ma, hagy kupálódjon a család is egy kicsit. Hát de most hova mentek? Hogy hova megyünk? Mit szólt nem érted? Nagyon messzire megyünk. De hova? Hát azt mondta nekem Győző, csomagolja be, Ausztrália. Oda megyünk. Végig ott leszünk ki, tétét. Külföldre mentek? Hát azt mondta, tegyen be az útlevelet, a személypaszporokat, minden. Hát értem, mondta, és akkor hány napig lesztek? Azt mondta, 2 éjszaka. 2 éjszaka, Ausztráliában körülbelül annyi még odaér, szóval 24 órás az útnak, 24 vissza. Tehát akkor le se szálltok a repülőről. Nem repülővel megyünk be, a kocsival. Elintéztél mindent? El. Van egy kis probléma. Milyen probléma van? Beának elmondtam mindent. Mi te vagy a Beának a férje, vagy ki? Nem, csak ahogy hittem, azt hittem, hogy van. Azt hittem, ma megint kavartam. Akkor ma megint akkor a kavartam, hogy szívem, akkor ma kavartam. Adott kavartokat is nekem, hogy egyen még miattem magammal, amit semmi gondolt, az enyból szohatta volna, hogy elutazott. Mondtam de neked mi között van az? Majd én akartam neki elmondani, neked mi között van? De mondtam neki, hogy MC Zsolti... MC Zsolti ma mindjárt hajba van. Hogy MC Zsolti... tréningre megyünk. Milyen tréningre? Csapatépítőre, te idióta! Az a kép minek van rá? Hát azon fogok aludni, Győző. Mi? Hol alszol majd a kint? Tajzi szabadba? Én nem tudok azokra... Nem szállodalba megyünk? Hát azokra a gebina agyakon nem tudok aludni. Milyen gebina agyakon? Ez a biztos, hogy ezen alszok én. Az a baj, hogy Zsoltinak tényleg most már le kéne varni a száját. Az, hogy ő pletykalkodik, azt az én feleségemnek ő elmond mindent, felháborító. Mindig bele vagy blondul a tornába. Bele vagy blondul. Mi van, ki vagy festve? Mondtam ma neki fülbevaló varrajt olyan, hogy szlovakul... Ne a fülbevalóról beszéljünk! Hova mentek? Nélkülem? Természetesen. Persze, te már a kicsit és a kocsit is elköszönjük, képzeld el, busszal fogsz menni. Elviszitek a kocsit, akkor én mivel szaladozok a gyerekekkel? Mi az, hogy mivel szaladozok? Te lakod be nem ültél buszra, ugye vissza busz, mennyi busszal? Jaj, lehet menni városnéző túlra busszal, és meg kell fizetni 6000 forint, azt kivisznek a világ. Te mindig másom vagy, vidd el a magadat. Nem, de maradjam már, mert te magyarolszal, mert én magyarolszal, én csalálom. Én feleségem még itt egy szóbú. Ennek van mondtam el, és nem írti meg. De befogtad már a szaladot, én beszélek. De nekem azt mondta, hogy Bélának hívjak. Nem be, hanem Bélának. És te hordod a szaknyal. Ezt nem gondoltam volna róla. Tudom, hát féltékenységben nem lát, hetek óta féltékeny. De leszakad rólad. Leszakad rólad. Ez a rohadt izért, Aldon, a kondizni vészte, Aldon, nem vagy itthon. Most kitalálod magad a programot szervezel nélkülem? Hát nem is gondoltam volna, hogy Bélának ez ilyen rosszul esett, hogy még elutazunk. Hát én nem gondoltam, hogy Győző ezt nem vitatta meg vele. Én mindent megbeszélek odahaza a feleségemmel, a kis családommal. Hát én nem is tudom, hogy Győző mi nem avatta be Beát. Te csöndben maradsz és te is, én vagyok a főnök. Elmegyek Bécsbe nyaralni. Bécsbe mész nyaralni. Istenben nem magyarázol, nekem nem tetszik. Hogy a jó Istentől nem kérek magt, hogyha van Isten. Olyan rosszul sikerüljön, mint még soha. Hogy kívánjad azt, hogy én miért nem mentem, hogy azt verjed a fejedet így a falba, hogy miért nem engedik. Meg a gyerekeket. Hogy a jó Isten azt mondja, hogy olyan rossz utat végem. Még soha nem volt. Olyan keserű utat legyen, hogy minden balon sikerül. Ha te elmény nélkülem ezekkel az alakokkal, akkor minden balon sikerül. Győző! Mondja, ezt a matracot nem gondolod, hogy betesszük? Nem, még soha, meglátod. Hát meglátod, nem még soha. Velem neki a baja. Az mire tetted be? Ha nem vízi leprostú szóval, azt mire tetted be azt a izét oda? Hát már nem gondolt, hogy összekarcoljuk az autó. Na, gyere, matracot hozol. Hát, nem hozol matracot, hát örülünk, hogy elfér, ne idegesítsél ma a fér. Na.
Na, matracot hozol. Tedd oda a matracot. Hát akkor a többieknek hogy fél bele a cucca? Hogy fogod lezárni? Hogy fogod lezárni? Így, hát teszünk a piros szalagot a végére. Milyen piros szalagot? Így fogunk utazni. Így fogunk utazni. Így egy őző. Csak szokott helyen szoktam aludni, ugye? Odahaza is. Most ott ki tudja, milyen gebina agyak lesznek, az a biztos, ha elviszem a matracot. De ne idegesíts! Hey, sziasztok, Zoli! Megvan minden? Igen, vett a papapot! Hey, szia, Emilém! Hát te hova hozol ennyi cuccot? Hát te mondtad, hogy... Hát te most mit nem azt mondtam, hogy rakd be az öreg anyám ruháját? Hogy oda lehet kihallani a hangod? Mi van vele? Hát de itt babit hoz matracot hoz ezt! De ez én alcol, komolyan? Na, akkor mi jól pakoljátok be oda, Zsolti, ne idegesítsi, ma nem visszük el! Hogy? Gyertek, Emi, segítsetek! Azt nem visszük el, hogy az alfalmolyat! Akkor tedd a lábad, hogy Emi, no, mi van? Macskó daru, menjél! Na jó, van, zárjuk! Majd elférünk valahogy! Zárjuk le! No, vaj, bocs! Emil, menjünk húzzá! Hát engem nem érdekelnek az utasok, én megmondom őszintén, a matracot akkor is elviszem magammal, mert én rendesen akarok aludni. Na jó van, akkor menjetek, ha akartok, nem meg veletek így a matrac hoztok, vissza bolondot csináltok! Gyere vissza, győző! Gyere ma! Vissza bolondot csináltok! Gyere vissza, pont befér! Hol este, pont befér! Úgy fogunk utazni! Megjetek a cuccot, befér ide! Hát az én cuccomot hova az anyában? Azt is így ölünkbe tesszük, ölünkbe! A kengurukat meg tudom nézni, a kengurukat? Milyen kenguru? Hát Ausztráliába megyünk, nem? Hova megyünk? Ausztráliába! Ausztráliába hogy tudsz elmenni kocsival? Hát tenger is van, majom! Hát a többi hogy megy ki Ausztráliába? Most Németországba megyünk, nem? Kenyába! Ott is kenguruk vannak, Kenyába! Etiópokon? Igen! Na, hát jó! Te mondom, hogy hova megyünk, győző? Bécs! Vien! Vien? Hát mi ez a Vien? Gyertek ide közelebb, Emil, gyere! Na, akkor tartok itt a földön. Igen. Itt a földön. Most hol vagyunk, mint most per pillanat? Most mink itt vagyunk, kérlek szépen, ez Európa. Jó, és hol van megye? Na akkor rajzol, most itt ülünk. Itt vagyunk valahol körülbelül itt. Hát miből gondoltak? Anyambu, itt vagyunk-e, itt a zöld vagyunk. A zöld vagyunk minket, ugye? Igen, itt van Ausztrália, itt lent. Mi az Ausztrália? Oda megyünk hónap, nem? More, innen idáig 24 óra repülővel, kocsival körülbelül 4 hónap. 4 hónap? 4 hónap. Hazor kell tankolni? Ide megyünk körülbelül. Hazor kell tankolni? Ide megyünk Bécsbe, Vienna. Csak ilyen közel megyünk? Ilyen közel megyünk? De most akkor itt ugye megyünk, ahol a pirosba. Igen. Van. Az őkbe megyünk a pirosba. Na de hát, hogy el akartok menni izét nézni, kengurút, akkor le kell ide menni. Na most ezek az emberek nem jártak történelem órára. Szomorú vagyok. Azt, hogy nem tudják, hogy Ausztrália és Ausztria mi a különbség? Hát én nem akarom őket megtanítani történelemből. Nem megyünk vissza az ötödik osztályba. Hogy beszélnek? Milyen nyelven? Hát itt no, milyen nyelven beszélnek? Angolul. Angolul? Emil, te hogy az angollal? Hát 70%. Az jó. Az jó. Dolavíz. Dolavíz, az németű van, more. Bécs. Ariasz. Győzi. Azt mondja. Na, mielőtt elmegyünk, mert nem tudom, Emil, te látod? Na, nem. Igen, mondja. Én nem lehetne még enni. Arra most tettél meg egy dobos süteményt. Mi sajnál? Ami enni akar? Hát mielőtt elmegyünk, azt mondod 400 kilométer. Ha more, még enni akar? Sajnálod a két ember? Sajnálod a étel? Hát én nem sajnálod, de rossz, még enni akar. Hát itt jön ki az, hogy mikor még az, mit nem hiába lopottad tőle, amely itt állt a iskolába. Itt mit kerestek? Vacsoráltatok, mielőtt megrakné minket? Hadd dicsérjelek, mami. Köszönöm szépen, Biszkola. Na, megsehetem? Nem nagyon. Én annyi arra gondoltam, hogy most például itt ti mit kerestek egyáltalán. Jól mondj, gyertek fiúk, mert ja, a probléma van. Ha visszajövünk. Hát de a húsokat ne vidd már. Hát ezt viszem be, ne hagyjuk. Ja, jó. Ez ne veszed el. Mi ez a hangzá? Mi a bajod? Mi a bajod? Jól! Mi a bajod? Neki a baja? Elvesz a hús, jövőző! Itt a kolbasz, servett a kolbasz! Ne dobáljatok már kolbasz! A hús! Mit dobáltok? Menjetek kifelé! A Beának nem kellett volna beidegeskedni, mindjárt meg kellett volna kenni a szendvicseknek valót és betenni a táskánkba. Nem ordítani, meg kiszedni a kezembe a cuccokot. Ha nem gondolja, hogy hova megyünk, messzire megyünk. Nem kellett volna Beának kiabálni. Meg kellett volna simogatni mindegyik fejét. Győző, igyekezzék! Hát te ezt megmented, ezt végtünk, ezekkel mész Bécsbe, akkor itt a háznak oldala nem marad. Itt olyan ordinári nagy buli lesz, hogy itt a háznak oldala neked nem marad. Neked mi bajod van? Ide DJ jön, ide minden DJ jön. Majd meg a... Ne legyél terhes, majd meg a hír! Legyél terhes, meg valakivel legyél jóban. Na, mehetsz. Mi az, hogy mehetsz? El se búcsúzol tőle? Szia. Úgy próbáld volna csinálni, ha megállom, hogy így bulit csinálsz. Akkor dögöljek meg én. A családom halljon meg, hogy te bulit csinálsz, de én házadok a szádot kettészedet. Számot ketté szedett? Ha elmész, akkor én szedlek téged ketté. Ha minek mész el? Itt hol maradsz, nincs buli. Mennyi? Elmész, mert ne lenne buli. Hadd legyen ma buli, na. Szervusztok! Csókot? Milyen csókot? Elintjék! Elintjék! A barátaiddal már megcsókolnak a barátaid! Szervusztok! Jó utat!
Na, a matraccal mi lesz, öcsém? Győződtünk így. De azt lenyomjuk így, hova nyomod le a matracot? Ezen ülünk, ezen ülünk. Jamo, Csaborén, matraccal megyünk. Győző, olyan vagy, mint Picasso, mi lesz a matraccal? Hát nem gondolod, hogy matraccal megyünk. De most tényleg, kiveszünk meg. Emil, ne szórakozzam. 5-7 csillagos szállodák vannak, Moré, hotelek, room number-ek vannak, ne idegesítsé ma. Ej, ezt nem lehet ilyen kicsire összehajtani? Dehogy nem. Tegyük a csomagtartóra. Gyere, de húzz ki, Győző, szexis vagy. Ki fog vezetni? A Győzinél már nem csodálkozok, hogy milyen szerekókba jön. Én azt várom, hogy édesanyámnak a menyasszonyi ruhájába jöjjön egyszer munkába. Győződő képes minden. Mostanában olyan ruhákat vesz magára, hogy ma, én ma nevetni se tudok. Én ma aggódok, hogy Győzivel mi lehet, hogy Györgyi lesz. Na jó, Zoli, te neked kéne vezetni. Én nem Zsolti, vezetek. Zsolti, te vezetni. Zoli, neked kell vezetni. Zoli, mit csinál, Zoli? Légy az! Zoli! Azt a polót dagyom! Egyedül én nyomom! Vagy Emil vezet, vagy Zsolti, vagy Győzi! Gyere, Zoli! Megbeszéltük, hogy nem iszol! Hát szégyeled magadot! Hát te neked az a szakmatod, sofőr vagy gépkocsi vezető! Azt iszol! Gyere, egyik a megbeszéltük, hogy te vezet! Zsolti vezet! Akkor üljetek be! Üljetek be, akkor mindenki üljetek be! Szűk farmer! Jó van, Zoli, üljél be! Na beviszem be, ahol kezdtem, mindjárt jövő. Akkor ne időzi sokat, gyere, igen. Gyertek, akkor jött, tapja a magamájba, viszi ő, ne vidd magam, gyerünk. Gyere, gyere. Mit csinálsz? Te mit csinálsz? Kinek telefonálsz? Kinek telefonálsz? Kinek mit szervezél ma? Kinek telefonálsz? Kinek telefonálsz? Minek jöttél vissza? Kinek telefonálsz? Mondta, hogy gyere vissza! Kinek telefonálsz? Mindig ordítasz. Annak telefonálnak, akinek akarod. A haverodnak, a barátoknak, mindenkinek. Milyen haveroknak? Artúréknak, mindenkinek telefonálnak. Hadd jöjjenek le! A buli van! Ha mit gondol ő magáról? Hogy ő bulit csinál a házamból, kupit csinál a házból. Ha mit gondol ő magáról? Hogy mosolygóséket, meg DJ-t híj, meg ezeket híja, meg Bipsit híja, meg Ivó cimborákot. Hát én ketté töröm, mint Mátyás az apródokot. Ha mit gondol ő? Milyen buli van? Nekem nem leszel csinadi? Csak a parti szerviszt hívattam, lesznek minden, lesz lupi, itt van a zeneizé, minden játszani. Mi bajod van neked? Mert fényi lehet, na megrendik a baltomotak. Ennyi, mi bajom van neked, na, elincs. Add ide a baltomot, add ide a baltomot most majd. Ennyire nagy gondi. Ne, akkor ne, itt van a szemüveged is, ne, azt érezd magad jó. Gyerünk, csétlen, gyerünk, szép brigád ezért. Gyerünk, haladjunk, gyerünk. Vörös hagyma, a viszába, kevés magába. Hely a szegénynek, szolga legénynek, de kevés vacsora. MC Zsolti, ha felmegyek Budapestre, nem leszek többet pásztor. Hajrá, Zsoli Gyuri! Hajrá, Zsoli Gyuri! Hát én úgy voltam ebben az utazással, engem nem érdekelt, hogy ma én nagyon fáradt vagyok, meg ma se tudtam, hogy ma most tényleg a szemem ment lefele, ki is virrat, én ma nagyon vártam, hogy ez kiírjunk, hogy külföldön legyek, hogy külföldre megérkezhessek ezzel a kis csapattal. Mi ez itt? Ki ez a gyűrű? Milyen gyűrű, Moré? Hol van itt? Honnan van ez gyűrű? A gyűrű kurába volt ilyen szmiagornak. Az komolyan nézd ma! Jézusom, ezt keresem, add már ide! Arany az egy gyatalom! Ez az én karika gyűrű! Emil, ne harapd azt az én karika gyűrű! Ez az én gyűrűm! Mindig menekültem! Add vissza a gyűrűmöt! Basszus, ezt nem hiszem el! Na, ezt kerestem út héten! Hát én a buszon álltam, azt hittem, hogy céllövöldés gyűrű! Szerinted arany volt, Emi? Arany. Aztán, minek adtad az a karika gyűrű. Nekem ez nagyon fontos, mert a gyűrű az a házasság egyik fontos, nem is eszköze, hanem fontos kelléke. Az összetartozás kelléke, és én nagyon-nagyon hiszek ebben, nem véletlenül vettem előtt. Hadd szó. Megvan a karika gyűrű. Megtem altenni a karika gyűrű. Zoli? Nagyon szuper. Batman. Emil. Emil. Meg se csókolt érte. Köszönöm szépen, de az én szemem is hozzászokva. Nem tudom. Képzeld el, csókoljam meg őt érte, szerintem. Azok mi a Zsolti, amik ott forognak, azok már nagyok. Zoli, beszélek, beállva, maradjatok már csak, de kus legyen. Bocsánat. Itt vagyok, babam. Nagyon, nagyon hiányzol. Nagyon. De már rád gondoltam a mi kapcsolatunkon. Nagyon. Amióta a karikagyűrű megvan, azóta rájöttem, hogy ez a karikagyűrű minket összeköt. Akkor gyerekek,
Nagy szeretettel, Zsolti, gyere te is. Zsolti, gyere! Pillanatbarca. Hát akkor gyerekek, nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntölek benneteket Bécsbe. Ma Bécsbe vagyunk? Bécsbe vagyunk. Hurrá! Ilyenbe, Zoli, te amit megettél szendvicset reggel, tegnap óta, hogy komolyan mondom, amit te tegnap óta megettél szendvicset, hogy egy hosszal... Emil, te mivel közöl, Emil? Emil, te mit csinálsz? Külföldön vagy, viselkedj ma. Egy csapatépítő turszot úgy kell elkezdeni, ahogy én megszerveztem és megalmodtam. Buli. Buli. Jelmez. Emilkém? Igen. Emil! Sok szeretettel parancsolj. Ez mi? Zsolti, sok szeretettel. Igen, Emil! 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 Gyere, Emil! Angard! Ez a hoppapapapika! Hello! Gyertek csak! Benne vagyunk most egyébként. Gyerünk az asztalhoz! Emil, normális vagy? Na! Mit fogunk harcolni, vagy mit fogunk csinálni? Na, ez a nadrág például a tiéd, kicsim, búj bele. Ez komolyan mondod? Mit képviselünk? Győzd, ez mi lesz? Nem akarom ezt fölvenni. Mi az, hogy nem akarod fölvenni? De ez én sem figyelj, ma mégis, hogy megy? Hát erről nem búcsú. Mit képviselünk? Jó, mit van? A három testő! Milyen három testő? De négy testő, te idióta! Vigyázzunk valakire majd, vagy mi? Artus, Portus, Aramus! Ez az, Zoli. Jó, itt vagy, ez igen. Hozzam, amíg szendvicset. Én azért gondoltam ezeket a jelmezeket fontosnak, mert hogyha erre visszaemlékezünk egy, két vagy három év múlva, hogy bejöjjön az a kép, hogy mi voltunk a négy muskétás, mi voltunk a négy egyéniség. Na, mi miért jöttünk Bécsbe? Képviselni az országunkat és a hazánkot, mehet? Miért jöttünk Bécsbe? Képviselni a hazánkat, Magyarországot is Nógrád megyet. Hogy van ez valójában? Normálisan! Miért jöttünk Bécsbe? Magyarországot képviseljük Nógrád megyet, és MC Zsolti meetinget fogunk tartani. Francia jelmezekbe népszerítsük Magyarországot. Hát legalább bele lett volna írva, hogy piros, fehér, zöld, Hungari vagy Magyarország. Legalább egy kis zászlót bele kellett volna tenni. Szerintem ez Győzi kifelejtette. Aki a jelmezt elveszti, vagy leveszti magáról. Az közhírítétetik, aki a jelmezt elveszti, hogy azt akarod tudni? Azt mamba Benével fog aludni. Benével. Markó Benével. Emilnek az apósával. Így van, Emilnek az apósával. Azt akarod tudni? De a püstikével mi van ma a karkuszpüstikével? Tényleg másabb a levegő, jó? Igazi másabb, nem hallgasztél a... Komolyan, még a fű is másképp... Könnyebb. Jobb, még a felszívni is, igazi, Emile? Könnyebb. Megtisztelő, hogy azért Győzi elhozott minket ilyen messzire. Hát ezt nem is tudom, hogy tudom majd ezek így viszonyítani. Zoli, hogyan szendvicsileg? Hát megmondom őszintén, mi vagy kettő jöhetnek. Kell, Emil, van mi? Kértek? Adja, be a ébó kell nekünk, ugye? Emil, kér szendvicset? Zoli? Nem kérek azt. Most én ezem. Hát én úgy láttam, a csapattal semmilyen probléma nincs. A fiúk jól viselték, és ma vártak ők is, hogy minden előbb megérkezzünk Ausztráliába. Messze vagyunk mi? Ott vagyunk ma? Ma nem messze vagyunk. Jaj, mi külön nájlomba. Na, de szeretjük. Jaj, Győző nagyon szereti éged az asszony. Isten bizony, mondom neked. Mi van benne, Emil? Mindjárt megnézem, Mária. Izé van benne. Na, az igé, hogy meg van túl. Nagyon szereti őt. Mondja, mi van, mesében mi van benne. Van benne egy paprika, egy izé, egy szat, ha ennyire szereti. Nem annyira szeret, hogy benne nézek. Nem mi. Na fiúk, akkor itt vagyunk a Mária Hilfer Strasse közepén. Ha igen. Jobbra nézünk, akkor látjuk a Banff Cityt. A Banff Cityről annyit kell tudni, hogy nagyapáink itt éltek több évtizeden keresztül. Zoli, a te nagyapád is, Emilio, a tiéd is. Nem itt forgatni semmiink? King Kongot. Melyiket? King Kongot. A King Kongot az lejjebb forgattak, oda is elmegyünk, megmutatom a helyet. Szerinted melyik filmet forgattak, hogy te mi? Zorro. A Zorrót is itt forgattam. Ezen vitatkoztam vele, a Zorro, még a Tarski is hagy. Igen, Zoli, te mit szólsz ez a dolgokhoz? Szerinted mit forgattak még itt? Mert megettél körülbelül 25 szendvicset, azt álltam meg nem szerintem szólalni. Szerintem a Batman. Amikor megérkeztünk a Mária Stimper Frasséra, akkor azt láttam, hogy úristen, ez nem a falunk. Láttam Emilben
hogy megijedt. Zoliban láttam a félelmet, és Zsoltban láttam azt, hogy úristen, hova keveredtünk. Ezeket a ruhákat kimondottan olyan alkalomra... Ez lenne jó szlovák asszonyom, Ray! Ijj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 j
Ezetem a nem, tenc. Szomorú ruha. Rigi Nickel? Ezt akkor... Kalapot vegyétek le! Szomorú ruha! Én persze, hogy a tiszteletet adjunk neked ezeknek a ruhaknak. Gyert, tegyétek így ide a fejeteket, de így. Kicsit átkei. Ne, bevisztek forrét, nem szabad. Nem lehet majd. Ezek a szomorú ruha. Jó, egy perces tiszteletet megadtunk. De megérdem ezt is. Na menjünk tovább, megmutatom nektek azokat a butikokot, ahonnan Katika szokott vásárolni. Igen. Katika innen viszi a zárut a butikokba. Emil meg Zolika azt se tudtak merre nézzenek, hova szaladjanak. Tetszettek az üzletsorok nekik. Ők nagyon-nagyon élvezték velem együtt, mert ez tényleg azért ez gyönyörű, olyan, mintha csak mesébe lettünk volna. Ez az, csináld! Itt csináljuk meg a sónkat, én! Csináljuk itt a sót, a szálltabb körbe vannak minket, te meg! Csináld! MC Zsolti! Berezez! Berezez! Csak egy kis időt, te íme! Hello! Vups, bere, na, igye, te igye. Fog meg, far, pillanat, fog meg, Emilke. Igen. Vups, csinálj te. Vups, hey, berezez! Vups, berezez! Vups, berezez! Ez a szalát! Vups, berezez! Vups, berezez! Itt vagyunk most jelenleg a Mária Stilfer trasszé belsejébe. Ezt úgy hívják, hogy a belseje. Igen. Ha jobbra nézünk, akkor... Még megyünk lejjebb? Megyünk. Ha jobbra nézünk, Emil, figyelj, ez a parlament. Ez a parlament, ezt... Itt dolgozott a parlament. Session asszony építette. Parlament. 1843-ban építették, az ablakcsere az 2 évvel ezelőtt történt meg. Szépek. Hát én úgy láttam, hogy mikor Győzi elvitt minket, hogy ez parlament, hát én nem biztos, hogy nem voltam benne biztos, hogy parlament. Mert parlament az nem így néz ki. Én szerintem Győző is hadilában áll a történelemmel, meg jobban utána nézhetett volna. Ez hogy van, hogy nálunk nem így nő a fű? Azért, Zsolt, mert most mi jelenleg Vienbe vagyunk. Szedjél a birkáknak hazar egy kis füvet, azt. Igen, hogy vallja? Mivel vallja? Zoli, ezt úgy vallták, hogy Juriska kihozta az asszonyait a kertészetbe, és ő csinálta. Nem, az a póla alatt? Szegény nagyapám jó mondta, Isten nyugasztalja, hogy ő is járt külföldön, hogy külföldön a szomszédnak a kertje is szebb. Én megláttam a füvet és bevadultam. A jobb oldalon láthatjátok Mária Ferenc grófot, aki a lovagján ül és Gizdán mondja azt, hogy én vagyok a hatalom és a béke. Ezek ikrek? Mert minden négy egyforma. Abszolút ikrek. De most komolyan. Ezt Pestről hozták ide? Nem Pestről hozták ide. Ha ide nézünk egyenesen, itt maga Ulászlót láthatjátok, ahogy eszi a fejhús. Bemegyünk Sziszinek a kastélyába. De az rokonunk. Hogy rokonunk? A gagyalőn is ott volt. Kicsoda? Sziszi. Bejött, ott betegedett meg. Nem az, aki egyik, most nem a műsorban Sziszi, az a Sziszirő van szó? Milyen Sziszirő? A Sziszi hercegnőről, aki lovakkal megy. A hercegnőről van szó, mert olyan az arc, mint az arcnak. Tudod, Sziszit nézzük meg. Hát, amikor a halálcnak, mindjárt befogadjuk. Na mi lesz, hogy fogadjuk? Hello, mit csinálsz te, bátyom? Várjatok már, bemegyünk. Olyan az orrod, mint a Svirigi papír. Szálljatok már le róla, na, megnézzük Sziszinek a belső kastja. Megkérlek titeket. Annak ki volt az anyja? A Sziszine? Igen. Mária Terézia. Mária Terézia. Mária Terézia. Na gyertek, na gyertek, és normálisan viselkedjetek. Hát a múzeumban nekem nem nagy kedvem volt bemenni. Hát most a múzeumban ugyanez van Pesten is. Ott is vannak dolgok. Ugye ezeket egyik hónapban ide viszik, a másik hónapban oda viszik. Gyerekek, elmondanám nektek, hogy Mária Teréziára és Sziszire ez az elefant vigyázz. Már mindjárt az elefant, hogy hívja akkor. Várjál, akkor ha belül, akkor szerencsés lesz. Igen, de kívánni kell. Az elefantot úgy hívják, hogy Joe, a nagy elefant. Joe! Gyerünk! Joe a nagy elefant. Ne zsad Joe! Joe! A jó szerre tényleg, Joe! Én azt mondom, hogy ploénos volt az egész. Én élveztem, hogy egy kis disznó gyerek fölmászik az elefántra, de az elefántot, ahogy én megtanultam történelemben, az elefánt rá kell mászni. Meg kell lovagolni az elefántot, és harmat kell kivanni. Megveszem a jegyeket, nem kíván semmit Pólának? De kíván. Póla! Szeressed Emilyt! Én arra kérlek! Zoli? Én is ugyanezt kívánom. Melinda, szeressed ezt a jó testvérünköt! A Zoli visszatért a helyére! Győző, te mit akarsz? Én azt kérem, hogy javuljatok meg! Győzi testvérünk, azt kéri, hogy javuljunk meg! De ő meg ne ordítson annyit! Megveszem a jegyet, maradjatok, okay. Ingyan győző! Jó, sokkal ne legyél, mert tévedünk! Levesztek valahogy?
Hello, bonjour. Bonjour. Kollega, D'Artagnan. Yeah. D'Artagnan, Portorus, Rododus. Nem láttátok? Láttam. You speak English? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Family, group. Yeah. D'Artagnan? Yeah. Itt volt. Bementem venni jegyet. Hol vannak? This is not English. Bemegyek, hogy megvásárolom a palotába a jegyeket, és jövök ki, és mindenki eltűnik. Hát hogy? Hogy lehet ilyet tenni, hogy nem várjak meg a főnököt? Hello, you speak English? Yeah. Yeah. Brother, D'Artagnan, brother. Yeah. Emil, nincs foga neki, elő. Nincs neki foga. Zolika, big brother, looking. Rossz érzés így külföldön egyedül lenni, de én perfekt angol vagyok, most már 4 éve is. Tudtam azt, hogy el tudom intézni, hogy hol vannak ezek az idióta. You speak English? No. Italiano? Nein. Deutsch? Russian. No. Russian? My name is Gaspar Gyozo. Какой день сегодня? Среда. Митво? Среда. Brother? Как тебя зовут, brother? Меня зовут Брадер. Yes? No, yes. Eltűnt a testvérem. Volt velük egy ember is. Fogatlan volt, Emilke. Nem értitek. Hello. Hello, please. Please. Hello. Hello, my name is Victorio. Ciao. Ciao. Sera? Era. 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 My name is Brother. Name is brother, eltűnt. Yeah. Eltűnt, a brother. It's your surname. You speak English? Yeah. I name is brother, where Zsolti. Zsolti! Hello. Dicsak, hol lesznek, de velem arról én nőköt. Ha mit csináltok, ott hattatok engem, marha! Ha mit én meg kerestek össze-vissza titeket? Ha mit csináltok? Mit csináltok? Mit csináltok? Zájtortal teszünk, egyéb! Annyit nem mondtatok, hogy izé? Elvittem őket, valami hírességeket akartam nekik megmutatni. Azt mondta, Zsolti, színészek vannak kiállítva. Milyen színészek? Ennyire ott álltok egyedül. Mit ordítasz, hogy nem megy érbe, vagy hogy kiabálod? Mit kell kiabálod? Itt nem szabad lett volna Győzinek ordítani, én szerintem. Győzinek nyugodtan kellett volna lenni, megnézni mindenkit, hogy megvan-e a keze, lába, nem ordítani, hogy hol vattok, minek mentetek el, ha nem rossz helyre mentünk, csak ide mentünk a sarokra. Megvásárolni a zahártortát. Amúgy köszönjük szépen, megtiszteltél minket, hogy kihoztál minket Ausztráliába. Nagyon jó, csak egyet hiányolok. Le a kalappal, nincsen olyan meleg. Reméljük, ki fog még minket hozni, vagy visz még minket olyan helyre. Mert vízre akarnak menni, ahol nagy víz van. Például. Tenger. Milyen tenger? Jó, nekünk a víz is. Ha a kettő jó, Zoli. Hát ahol jó sós a víz. Hát a csak tudod olyan helyet, ahol lehet fürdeni. Nem lehet, de lehet fürdeni. Szállodában. Nérekek, menjünk a szállodába, jó? Jó, mit csinálunk? Elfoglaljuk ma? Eszünk-e ma, meg iszunk-e kávékot? Milyen szállóba viszel minket? Én nem megyek neked kollégiumba. Milyen matrac? Én hoztam a matracot, összetekerte az asszony nekünk, na gyerünk! Még egyszer, vuh!